Fókusz. Kritikus kérdés, hiszen ha nincs meg, akkor elég nagy gonddal szembesülünk. És ha bár ez igaz az életre is, de most a fotózás, videózás kapcsán értem. Szóval itt a nap kérdése. Hogyan biztosítod, hogy minden egyes alkalommal tökéletes legyen a fókusz? Ha te is videós tartalomgyártó vagy, tedd fel a kezed. Először is, hello, szia! Egy vezeték nélküli fókuszrendszerről fogunk ma beszélni, ami talán mondhatjuk, hogy a legjobb árérték arányon rendelkezik a piacon. Egy ismerős márkáról van szó, a Small Rig-ről. De nem csupán termékbemutatót csinálunk, hanem a videó második felében elárulok néhány tippet, trükkök, amivel biztosan jó lesz a fókusz. Úgyhogy mindenféleképpen nézd végig a videót, amit kezdjünk is el, de előtte intro. Ma megoldunk minden problémánkat is a fókuszálással kapcsolatban. Habár az új kameráknak brutál jó az autofókusza, mégis, ha nagy a mélységélesség, és számít, hogy minden nagyon pontos és precíz tűéles fókusz legyen, azért nem tökéletesek, nem minden esetben számíthatunk rájuk. De szerencsére van egy elég könnyen használható megoldás, és pontosan itt jön képbe a Small Rig Magic Fizz vezeték nélküli fókuszrendszer. Kezdjük egy kis unboxinggal, miközben átbeszéljük a technikai tulajdonságai, és hogy mik a legnagyobb előnyei. Sima és stabil vezérlés akár 100 méter hatótávval. Moduláris kialakítás, így teljesen a saját igényünkre szabhatjuk. Precíz és elég erős nyomaték a tökéletes fókusz elérése érdekében. Szinte érezhetetlen a késleltetés, így tényleg valós idejű irányítást tesz lehetővé. Hosszú akkumulátoridő, konkrétan egy napos forgatás simán bír. Egy kattintásos objektív kalibrálás, és nem utolsó sorban pedig rengeteg kiegészítővel kompatibilis, főleg a Small Rig szertágazó ökoszisztémájában. Magán a fókuszmotoron is több mindent találunk, egyrészről van egy jó minőségű képernyője, és be is állíthatjuk a rajta található gombokkal, amiket szeretnénk. Olyan funkciókra gondolok, mint az A és B markerek beállítása, vagy az objektív fókusztáv kalibrálása. Ami külön király, hogy az irányítón magán is el tudjuk indítani és megállítani a felvételt, nem kell mindig a kamerát nyomkodni. És ad egy biztonságot is a rendszer, ugyanis jelzi, hogyha a motor valamilyen okból elakad, vagy nem jól működik. Áramellátás terén is jó pár lehetőség áll rendelkezésünkre. A kézi vezérlőben van például egy beépített 1400 mAh-es akkumulátor, amely akár 20 óráig is bírja, de USB-C-n keresztül is adhatunk áramot. Ahogy a markolaton is van USB-C, és akár rajta keresztül továbbíthatjuk az áramot a fókuszmotornak és a follow fókusznak. A motor amúgy pluszban LPE6 vagy NPF-es akkumulátorokkal is üzemeltethető. Beszéljük át, hogy milyen csomagok, verziók vannak, mivel a Magic Fizz több modullal is érkezik. Az alapkészlet magát egy vezeték nélküli fókuszmotor tartalmaz és egy kézi vezérlőt. Van egy külön kézi markolatos verzió is, ez a második, és a legnagyobb pedig két motort tartalmazó készlet, amit ugye a zoom objektívekkel is tudunk használni. És ahogy mondtam már, annyi sok kiegészítő van, mint rodok, klempek, V-mount akkumulátorok, és még sok más is beszerezhető hozzá, vagy ha már vannak meglévő kiegészítőink, eszközeink, nyilván azokkal is tudjuk kombinálni. Az alapkészlet 150 ezer forinttól indul, és a legnagyobb két motorral ellátott kézi és másik vezérlő is benne van, az 330 ezer forintba kerül. Hogy tetszik? Te hol használnád? Kérlek, írd meg a véleményed kommentben, és kezdjünk el beszélgetni. Most pedig jöjjön az izgalmas rész, a különböző felhasználási területek, és nyilván a trükkök sem maradhatnak el. Ha egyedül használod, tudod, amikor tényleg egyedül kamerázol, és még a fókuszt is állítod, nem csupán a kézi felvételeknél jó, hogy így tudod tekerni, hanem rögzítheted, hogyha gimbalt használsz, vagy
távolról is irányíthatod a fókuszt. Én pont így használom az Edelkron jibemmel és slideremmel együtt. Mivel a kamerám elég távol van, plusz ugye nem is szabad hozzáérni, hiszen akkor nem kívánt mozgást okozna, ezért a vezeték nélküli fókusz igazi életmentő. Vegyük példának, itt berakok egy BTS-t, ezt a B-rollt, amit csináltam, hihetetlenül jó, és nem tudtam volna máshogy létrehozni, csak a follow fókusszal. Egyébként ez a krémi B-rollom, amiről van egy teljes BTS bemutatom is, szóval a videó végén és a leírásban is linkelem, tudod, a like-on balatt, amit benyomhatnál, hogyha tetszik ez a videó. És itt érkeztünk meg egy másik esethez, amikor csapatban dolgozol. Mert ugye van az a szituáció, amikor szükség van arra a plusz kéz és szempárra, hiszen egyszerűen jobb, hogyha valaki más foglalkozik a fókuszálással, miközben te azokat a tökéletes birtól felvételeket csinálod éppen. Ilyen esetekre is teljesen jól működik. Most pedig hadd osszam meg a tapasztalatomat és néhány trükköt. A nagy meglepetés, vagy talán nem is annyira nagy meglepetés, de a legfontosabb trükk az a gyakorlás. Itt nem csak azt értem, hogy a gyakorlás során belerázódsz és kvázi megszokod a használatát, hiszen ez egy új eszköz, mert remélhetőleg egyértelmű, hogy egy új eszközzel van egy tanulási görbe. Vegyünk egy példát. Amit említettem, ugye ebben a Nike Air Max 97-es videóban egy elég összetett mozgást hoztam létre. Már összeszámolni is nehéz, hogy mennyi mozgás van. Na nézzük. Adott egy slider, ami ugye előre és hátra mozog, de a slideren van egy panoráma fej, ami maga körül forgatja a kamerát. És hogyha ez nem lenne elég, akkor az Edelkron Head One Plus-t egy C-standre C-állványra tettem, és hozzá eszkábáltam valahogy magát a cipőt, tehát a cipő nem csak előre-hátra, de még maga körül is mozgott. Az Edelkronnak az alkalmazásban létrehozhatsz keyframe-eket, és itt jön maga a trükk. Minden egyes keyframe között begyakoroltam és kvázi memorizáltam a mozgásokat. Amúgy akár még ilyen kis jelölőket is tehettem volna az irányítóra, hogy magára ugye a fókuszkerékre, de érdekes módon, ahogy bememorizáltam, a kezem is bememorizálta a sok gyakorlás során. Szóval, amikor már minden szakaszt külön-külön jónak éreztem, akkor az egész mozdulatsort egyben is begyakoroltam. Ez biztos mindenkinél más ideig tart, de én úgy 3-5 gyakorló kör után késznek is éreztem magam. Indulhatott a felvétel, amiből csináltam 2-3-at, és a legtöbbjük tökéletesen megfelelt az általam kívánt eredmények. És ha már eredmény. Ha érdekel, hogy hogyan készítettem el ezt a király kis B-rollt, akkor nézd meg, van egy behind the scenes-es tutoriálom. Ez szerintem az eddigi legkomplexebb videóm, és jó pár hack kellett ahhoz, hogy megvalósuljon. Szerintem neked is tetszeni fog. Mielőtt elköszönnék, még meg kell említenem egy fontos dolgot a vezeték nélküli fókuszálással kapcsolatban, ez pedig a monitorozás. Ugyanis ugye, hogyha távolról fókuszálsz, nyilván szükséged lesz valamilyen külső monitorra. Én úgy érzem, hogy megtaláltam a legjobbat. Tehát, ha tudni akarod, miért gondolom, hogy igenis érdemes egy Atomos monitort beszerezned, nézd meg ezt a videót. Lájkolj, kommentelj, iratkozz fel a kis csengővel együtt, rengeteg tartalmam jön még, szóval köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem találkozunk a következőben, mondjuk ezekben. Klik, klik, szia, sziasztok!